Testvérvárosunkban Kézdivásárhelyen képviselték a várost Barnabás István alpolgármester és Girst Ádám képviselő a március 15-i megemlékezésen. A paksi delegáció az eseményt követően egyeztették a városvezetőkkel az idei közös programokat, különös tekintettel a 15 éves testvérvárosi kapcsolat esedékes megújításáról. Kézdivásárhelyi ünnepség az híres. Az mindig ugyanúgy zajlik, van egy fantasztikus lovas felvonulás a város főterén, hát ugye ott a város szerkezete erre a lehetőséget ad, tehát nagyon jó ilyen szempontból, az egész város kín van, ezrek vagy tízezer ember legalább, sok száz ló, meg lovas, meg szekerek, meg feldíszített szekerek falukról is bejönnek, és azok mind vonulnak.